Nincsenek magas hegyek. Azonban ez a táj a legérdekesebb földtani alakulásokat nyújtja, melyek rendkívül nagy változatosságot tüntetnek fel. A völgyekben lakó szorgalmas magyar nép, bár verejtékezve, de törhetetlen szorgalommal díszíti mezővel, réttel és gyümölcsösökkel a hegyoldalak lejtőit. A bükkés tölgyerdők zöldellő foltjai pedig festőivé varázsolják a szép alakú kúptetőket. Az Ajnácskői hegység egészen sajátos magyar zamatú táj. Gömör és Nógrád határán a Barkóság magyar zamatú tája, a Medves vagy Ajnácskői hegységnek is nevezett dombvidék földtani értékei, a vulkáni bazaltkúpok és takarók változatos világa a hazajáró tekintetét is magára vonja. A tanúhegyeken legendás várak ülnek, vadonjaiban szent források fakadnak, míg odalent a kismedencékben Medvesalja magyar népe szívós akarattal őrzi és viszi tovább Huba vezértől örökölt hagyatékát. A Medves-fennsík bazalt platójáról vártúrára indulunk. Bevesszük Salgóvárat, átellenben Somoskőt, majd a piros jelzésen a Pogányvárat. A Bástahegyi Mária kút érintésével ereszkedünk le Egyházas Bástra. Útba ejtve Almágyot felmászunk Ajnácskő legendás várába, majd a szomszédos Ragács kúpjára. Kirándulásunkat a Baranta völgyben az ősök sarjai ünneppel zárjuk. Medves-fennsík Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű bazalt platója. Különleges világát a Salgó-Tarjáni Hegymászóklub tagjai Lőrinc Gyula és Sótér Zsolt mellett a Novokrád-Nógrád Geopark geológusa Prakfalvi Péter segítségével fedezzük fel. A Medves-fennsík az körülbelül 14 négyzetkilométer kiterjedésű, hogy a trianoni határ metszi ketté, a Medves magasa mentén megy át a határ. Ez körülbelül 2,5-3 millió évvel ezelőtt keletkezett, vulkáni működés hozta létre. 1818-ban, amikor itt járt Bödant geológus Franciaországból, a naplójában azt írta le, hogy fölmegy a Medves magasára és belenéz a vulkán kráterébe. Igaz, ez nem következett be, mert már a kráter lepusztult, de valóban az a kráternek a része, az a Medves magasa. Onnan folyt ki a láva, több lépcsőben, és hozta létre ezt a Medves-fennsíkot. De említsük meg, hogy ez bazalt. Így van. A bazaltnak az a jellemzője, hogy hígan folyó, és ezért tud egy fennsíkot létrehozni, egy andezit vagy egy riolit, az kevésbé képes erre. Jelentős, hogy a bazalt, mert ezt építőanyagnak használták, ugye a peremeken sorba nyitották a bazaltbányákat, már 1870-es évek elején is, és óriási nagy ipar alakult ki a bazaltbányászatból, ezért a Medves-fennsíkon kisvasutat is létrehoztak, azon szállították le a követ, de még előtte szénszállító kisvasút is volt, mert a Medves alatt szenet is bányásztak. És mostanság a bányászat még működik? Nem, minden bánya megszűnt gyakorlatilag a területen. De most, hogy már nem működnek a bányák, akkor igazából 100%-osan a turizmusra lehetne koncentrálni. Így van, és úgy gondolom, hogy a létrejött Novokrád-Nógrád Geopark is ezt szolgálja, tehát turisztikai attrakciókat próbálunk kialakítani, bemutatni. Akkor jó szerencsét! Lássuk, miről is mesélnek a fennsík körül sorakozó vulkáni tanúhegyek. Közben útba ejtjük a bányászati múlt egyik hagyatékát, a régi bányaudvar mélyedésében megbújó középbányatavát is. A környező vulkáni kúpok a régmúlt heves vulkáni kitöréseinek megkövült emlékei. Gyengébb kőzetű környezetük már lepusztult, de a csúcsok kemény bazalt kúpjai és a tetejükre épített várak még állják az idők viharait. Igaz, a Salgó csúcsát koronázó egykor fénylő, ragyogó középkori vár
ma már erősen megroppant a történelem súlya alatt. A vidéken birtokos Kacsics nemzetség ősi erősségét a Széchenyiek, a Bebekek, később a Derencsényiek birtokolták. Közben Csák Máté és a husziták is megszállták, de legcsúfosabb eleste az 1554-es esztendőhöz kötődik, amikor a török harc nélkül Csellel vette be. A legenda szerint Kara Hamza bég látta, hogy a sziklavárat igen nehéz lesz bevenni. Csellhez folyamodott tehát. Hatalmas faágyút faragtatott, és ezt bivajokkal, nagy zajjal a várral szembeni oldalra vontatta. A várbeliek megijedtek, s az éjleple alatt megszöktek. Hiába tündököl ma is a napfény a vár körül, a kilátás mégis szomorú, mert nem látjuk, de tudjuk, hogy az átkozott trianoni határ halálos ölelése szorít körbe minket. Keletre a medves plató, tetején a medves magosával, északra Somoskővára, nyugatra a Karancshegy alkotja a jelenlegi szlovák határt. Visszatekintve délre a Csonkahon irányába, távolabb a Mátrahegység ácsingózik. Alattunk a végvidék kélet Salgóbánya és Salgó tarján ülnek medencéikben. A Salgótól geológiai tanösvény vezet a szomszédos Kis Salgóra, amit Boszorkánykő néven is emlegetnek. A látványos bazalt képződmények és a kilátás miatt is érdemes ide feljönni. A Salgó után mustráljuk meg a szomszédvárat is. Eresztvényen keresztül közelítjük meg Somoskőt, ami a palócok szerint a világ közepe, mások viszont két ország határává tették. Volt annyi gonoszság a trianoni határrajzolókban, hogy a falut és a várat elválasztották egymástól. A vár alatt a Petőfi kunyhó emlékezik meg a költő itt jártáról, aki szerint Somoskő nem nagy vár, nem is nagy hegyen fekszik, de bámultam építését, mely gyönyörű 5-6 hídszögű kövekből van. Somoskőt, akárcsak Salgót, a Kacsics nemzetség emeltette. Itt ostromolta Losonci Anna szívét Balassi Bálint, mint hiába. Nem úgy a török a várat. 1576-ban be is vette, s mire a királyi seregek felszabadították és megerősítették, a 17. századra el is vesztette hadi jelentőségét. Azért, ahogy Lőrinc Gyula meséli, még romjaiban is elcsatolták. Trianonkor az alattunk látható Somoskő települést a szlovák részhez csatolták, Somoskő újfaluval együtt, és 1924-ben volt egy határrevízió, amikor visszakerült a település Magyarországra. Hát ez mondjuk úgy sikerült, hogy ahol most vagyunk, a Somoskői vár az maradt szlovák területen. Ami szerves része volt a falunak, meg igen, most is. Így van. Most már föl lehet jönni, de a régi időkben nem volt ez ilyen egyszerű. Igen, én voltam itt egyszer, akkor nem lehetett feljönni. Örüljünk, hogy ma már nincs szöges drót, és nézzük meg a vár alatt megbújó bazaltorgonát, amelynek sokszögű oszlopai megkövült zuhatakként hajolnak lefelé a várhegy oldalán. Ez gondolom a Geopark ékessége. Így van, a Geopark logójában ez szerepel, többek között azért, mert jelképezi a bazaltvidéket, ezt az egységes bazaltvidéket a medves fennsíkjával és az északi résszel, ami ugye már felvidéken van, mást is azért, mert a határ kettészel is, ez volt a világon az első olyan geopark, ami határon átnyúló volt. A háttérben láthatók ezek a bazalt oszlopok is, hogy felvetődik az emberben a kérdés, hogy ezek hogy alakultak ki. Ez körülbelül 1000-1200 Celsius fok hőmérsékletű, amikor kijön a felszínre, és akkor elkezd hűlni, akkor zsugorodik. És a fizika törvénye alapján az 5-6 szögletű oszlopok a legkisebb energia, ahhoz szükséges a legkisebb energia, és ezért alakulnak ezek így ki. És ez az egyik specialitás ennek, hogy ilyen szép 5-6 szögletű, a másik pedig az, hogy hajlott. A hajlottságot pedig azzal lehet magyarázni, hogy az oszlopok mindig merőlegesek a hűtőfelületre, és akkor el kell képzelni azt, hogy milyen lehetett a kürtőnek a fala,
ahhoz, hogy hajlott legyen, ennek is egy hajlott résznek kellett lenni, és így alakultak ki ezek. Mi most átmegyünk a Felvidékre, ott is várnak ránk, gondolom, rengeteg szépség van arra. Az is ugye a geoparknak a része, és nagyon sok ilyen geoszájt található. A határokat nem ismerő piros jelzésen folytatva utunkat, az erdőben újabb vulkáni emlékekkel találkozunk. Amikor a környék vulkánjai kitörtek, a kiömlő láva kitöltötte a mélyedéseket. Aztán a hegység kiemelkedésével a bazalt rétegek külső szélei megtöredeztek, és lefelé csúsztak a lejtőn. Így alakultak ki a sziklaszirtek, azok szétesésével pedig a kőtengerek. A Pogányvár lávatakarós táblahegye páratlanul gazdag vulkáni formakincsével Közép-Európa egyik legértékesebb védett területe. Sok monda kapcsolódik a rejtélyes helyhez, amelyeket medvesaljai barátunk Mede Szabolcs elevenít fel a hazajárónak. Maga a Pogányvár, ez az Ördög János szikla és a többi ilyen vulkáni kőzet, ennek mind mondai hagyományai vannak. Az Ördög János szikla az a monda szerint úgy keletkezett, hogy Ördög János, mikor meglátta ezt a vidéket, annyira csodálatos volt neki, hogy kővé dermedt. Másik ilyen monda, az pedig egy háború után keletkezett, vagyis amikor elrejtettek itt a katonák egy kincset, amit csak nagypénteken napján lehet megtalálni, mivel ez egy sziklával van elrejtve, ami egész évben zárva van, és nagypénteken megnyílik, és aki ezt a kincset megtalálja, annak ki kell érni abból a sziklából, addig még a szertartás véget nem ér. Ha bent marad, akkor ennek egy évig bent kell maradnia, mert nem talál ki utat, és annak kell őrizni egy évig azt a kincset. Most ennyien körbenézünk, akkor azt a öt falvat látjuk, ami a medvesaljának a itt medvesalja tarul elég konkrétan, igen, legközelebb itt van Óbást, aztán Egyházasbást, Medveshidegkút, Vecseklő és ott Tajti a háttérben. Megnézzük még a misztikus varázslatot sugárzó különleges bazalt tömböket, a kétágú sziklát és megmerevedett társait, aztán nekiereszkedünk a Básti erdőnek. A nap világító fénye nehezen talál utat a sűrű lomberdő csendes félhomályába, de csak bekukkant a Lőrince patak forrásánál lévő szurdokba, ahol apró kápolna jelzi, szent helyen vagyunk. Lassan egy évszázada jár ki a Básti hegy búcsújáró helyére, Medvesalja magyar népe, testben és lélekben megmerítkezni a hasznos vízben. A medvesvidék értékeinek megőrzésén fáradozó vállalkozó, Mede Ferenc kezdeményezője és támogatója is volt a kápolna felújításának, ami végül közösségi összefogással valósult meg. Hát egy kultikus helyen vagyunk, tehát a Szűzmarja kút vagy Szűzmarja forrás, és látszik, hogy a helyiek nagyon a szívükön viselik a kútnak a sorsát. Ez így van, ennek hosszú története van. Az itt jószágait legeltető pásztorembernek, vagy juhásznak a gyermeke visszanyerte a látását. Nagyon megható történetek kapcsolódnak ehhez, illetve megszólalt. Hosszú némaság után megszólalt. Ezek mind egyértelműen Mária jelenésekhez kapcsolhatóak ezek a történetek, amikor is a gyógyító erejű forrásra rámutat a jelenség, hogy itt van emberek, gyógyuljatok. A lehetőség megadatott. Egy megújult helyről beszélünk, amikor is az emberek megértették azt, hogy ha gyógyulni akarnak, akkor azt közösen tudják megtenni. És nem elsődlegesen testben gyógyulni, mert az már csak egy másodlagos dolog, hanem lélekben és szellemben gyógyulunk elsődlegesen. Igenis, valahol ez egy jelenség. Nevezhetjük Mária jelenségnek. Vagy sokkal ősibb szóhasználattal fogva nevezhetjük Attila leszúrt kardjának, amely nem öl, hanem forrást fakaszt. És a magyar történelemben nagyon szépen kapcsolható ez itt a Szent László legendákhoz. Akkor én a karddal, azzal én életet fakasztok, nem életet veszek el. Szemlélet kérdése, hogy nézel rá? Hogy akarod látni?
Medvesalja egyik legjelentősebb községe, Egyházasbást. Már a neve is jelzi, hogy a kezdetektől fontos egyházi központ volt, és történelmünk egyik drámai eseménye is ide kötődik. Medvesalja magyar lakta vidék, az is volt mindig, amióta az írásos emlékek említik. Nagyon sok érdekes történet kapcsolódik a Medvesaljához. Ezeknek az egyik legérdekesebbje a Zács Feliciánt és a családját érintő mondának az a verziója, amelyik azt mondja, hogy az itteni katolikus templom alatt van eltemetve Zács Felicián, a családjával egyetemben. Egy felségárulással ért az föl, amikor az Zács Felicián rátámadt Károly Róbertre. És ez annyira sokkolta az akkori kort, az akkori nemességet, az akkori közfelfogást, hogy olyan helyen kellett eltemetni, amiről nagyon kevesen értesültek, és a monda kimondja még azt is, hogy abban az időben ne nyugodjon egy felségáruló az országon belül, ezért Egyházasbástnak a határait kijelölték, és azt mondták, hogy ez Bástország, és ez országon kívül van, legalábbis átmenetileg. Minihalmat hoztak létre magán az országon belül. Terror incognitán. Így van. A középkori eredetű templomáról nevezetes Almágy felé rójuk tovább a kilométereket. Már messziről vonza tekintetünket a következő bazaltsziklára épült vár, a legendás Ajnácskő. E tájra Huba vezér indult a maga népével. Ott volt gyönyörű leánykája, Hajnácska is. Nem kellett sokáig menniük, midőn elibök bukkant egy gyönyörű tündérvár. Ó, beszép, beszép, kiáltott fel elragadtatva Hajnácska. Apám, add nekem ezt a várat. Nem lehet, mondá Huba. A vár a Gedőjé lesz, neki ígértem. Erre Gedő is könyörögni kezdett, hogy elég neki a másik vár, csak adja ezt oda a leányának, ha olyan nagyon megnyerte a tetszését. Nem szeghetem meg a szavamat, szólt a vezér. Ám jól van. Legyen Hajnácska leányomé a vár, de akkor legyen a leányom a tied. Így keltek össze Gedő és Hajnácska, és sokáig éltek boldogul a két szomszédvárban, melyet Gedő és Hajnácskővárnak említenek sokáig a krónikák. A tatárjárás után kővárrá erősített erőd sok víg és bús eseményt megélt. Az elnémult vár és környéke természeti értékeiről a Csereshegység tájvédelmi körzet munkatársa Ádám Sándor mesél. Jelenleg ezt, amit látunk, ez egy kipreparált tűzhanyó kémény. Körülötte egy hatalmas nagy tufagyűrű volt, ami sajnos ez már lepusztult, erodálódott, és erre építették a Ajnácskői várat. Jelenleg a Csereshegység tájvédelmi körzeten belül vagyunk, ami 16 ezer hektárt foglal magában. A geológiai látványosságok mellett nagyon értékes botanikai szempontból a vidék, bogarak, lepkék szempontjából nagyon sok érték található. Mögöttünk látható a csontosárok, egy martípusú tűzhanyó, ami nagyon híres a ős maradványokról, mamut lelőhelyek vannak ott. Az egyik úti célunk a Ragacs, szintén Nemzeti Természetvédelmi Rezervátum. Legszebben mutassa be a tűzhanyóknak a működését. Utolsó túránk a Ragács kúpjára vezet. A környék egyik legfiatalabb vulkánjából 2 kilométer hosszan kifolyó bazaltláva folyam építette meg jellegzetes sziklás gerincét, amit előszeretettel látogatnak a turisták. A csúcs vulkáni salak és összesült bombák alkotta sziklabérceiről pompás kilátás nyílik. Isten hozott benneteket a Ragacs tetején, a Barkóságban. Lássátok, megérte ezért a panoráma ide.
elküszködnünk magunkat. Megbízunk. Mögöttünk a tűzhanyók sokasága és a megművelt táj, ami a itt élő emberek szorgos keze munkája tartja ilyen rendben. Még egyszer. Medvesaljai kirándulásunkat a szerves magyar kultúra éltető ölében, a Gömör Péter fali Baranta völgyben zárjuk. Nyári napfordulót ünnepelni gyűltek össze a magyarok az ősök sarjai ünnepére. Épp a magyar hagyományokra épülő harcművészeti iskola a Baranta bemutatójára érkezünk. A házigazda Kopecsni Gábor volt, aki Mede Ferenc támogatásával magyar életet álmodott a völgybe. Itt van a Felföldi Baranta Szövetség központja, tehát országos központja. Ez az ünnep, az ősök sarjai ünnepe most idén a felvidékről szól. Olyan programokat állítottunk össze, ami kizárólag magyar, és amennyire lehet csak kötődjön a felvidékhez. És az egész felvidék reprezentálva van? Tehát Bodrog között, Csalók között, minden? Igen, így van. Hát igyekeztünk úgy összeállítani a programot, hogy Csalókoszt Bodrog közig valóban, hogy jöjjenek el. Hát hál' Istennek nagyon sokan eljöttek, és külön megtiszteltetés, a délvidékről, Erdélyből is vannak vendégeink. Délvidékről nem is akárki van itt, mint fáradhatatlan török becsei barátunk, Link Lajos, aki most épp a felvidéki és a délvidéki turizmus összekapcsolásán töri a fejét. Mindenhol ott vagy? Hát úgy látszik, ezek szerint. És most nyilván... Hát ez egy küldetés, mondhatnám. A délvidék a felvidék? Igen, délvidék, ugye hát mi elkezdtük ezt a délvidéki magyar falusi turizmust, az aras turizmust, és hát most már nem csak a délvidék szerte próbáljuk ezt a mintára, több településen föléleszteni azt a gondolatot, hogy a magyaroknak, akik meglátogatnak bennünket, hogy saját szemszögből mutassuk be délvidéket, és ezáltal ugye a magyar forintokat magyar családoknál hagyják, és hát az otthonmaradásnak a záloga ez. Viszont hát fölvidéken is fölkértek bennünket a medvesalja turizmust, hogy szervezzük meg, és hát reméljük ezt, hogy így Kárpát-medencébe talán így össze tudunk fogni. Hiába vannak határok, de azok már nem léteznek csak a fejekbe. Mi hidakat képezünk fölvidék, délvidék között. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ledöntjük Trianont, akkor biztos erre gondolt. Abszolút. Trianon már le van döntve. Emelkedjünk most fel a Szerdombra, az ősök tere történelmi szobraihoz, melyek közé idén Szent László alakja is oda került, Ulman István fafaragó barátunk jóvoltából. Az ősök tiszteletére lobog a szertűz a Szerdombon. Különleges pillanat ez a nyári napfordulón a Baranta völgyben. Egy valódi zászlóbontásnak lehetünk részesei. Itt áldják meg felvidék új lobogóját, Molnár Attila, Kopecsni Gábor és Aranyossi Szabolcs alkotását. De legyen ez a felvidéki magyarok összetartozásának a lobogója, és legyen ez a zászló az, hogyha eljön az idő, és ez az idő el fog jönni, hogy akkor ezen lobogó alatt tudjunk összegyűlni, és megvédeni azt, azokat az értékeket, ami a miénk, ami a felvidéki magyarságé, és adjon ez nekünk erőt, és bízunk abba, hogy ez nem fog örökre így maradni, és a magyar szellem diadalmaskodni fog, és a Kárpát-medence újra egy, és osztatatlan lesz, mert ami összetartozik, az egyszer újból össze is fog nőni. Az Úrnak szentelt legyen a felvidéki zászló, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, Isten dicsőségére, a magyarság épülésére. Áldott legyen minden magyar, aki feltekint a zászlóra. Az ősök tere ebben a pillanatban az ország szíve, ami nagyot dobban. Üzenve, hogy a gömöri magyarságnak hiába ácsoltak koporsót, az ég életre ítélte, mert megtartotta azt, amit őseitől örökölt, hitét és halhatatlan lelkét.